Itt Szokka TV nézők őrületes legendák találkozója ebben az adásban, mert az én tudásom szerint egy olyan strandlabdarúgó jött el vendégségbe, aki 2010 óta a válogatott tagja, de elsősorban most a legfontosabb kérdés az, hogy tisztázzuk Berkes Lászlóval, aki egyébként meretten nézi saját játékát 2017-es arrivumból, hogy te mióta strandfocizol? Hát a pontos dátumot nem tudom megmondani, mert... Akkor ennek közel Krisztus előtt, Krisztus után? Így van, mert amikor elkezdődött Magyarországon a strandlabdarúgás, a cipős, strandfoci, a 3+1-es, akkor a második abátszalóki versenyen már részt vettem, ott egy 60-i csapat színeiben. Mióta nemzetközi szabályok szerint játszuk, talán 10 pár éve, azóta ugye azért aktív részesei vagyunk. Hát akkor én nem maradtam csúnyán a 2010-es emlékemmel, nem? Hát szerintem 2010-től volt ugye az MLS Szigetvonalas strandlabdarúgás, és akkor onnantól számoljuk hivatalosan a válogatottságot. És cipőbe kellett az elején kezdeni? Az elején cipőbe. A szörnyű lehetett, cipőbe. Nem? Nagyon. Hát ehhez képest botrányos volt. Tehát, igen? Fú. Igen. De meg volt a varázs annak is egyébként. Tehát ugyanúgy a sportszál, sípcsontvédő, az okniba utána belement a homok, tehát igen. A 40-es cipő kicsi volt mondjuk a 38-as lábra, tehát ilyen megnőtt a lábunk. De egyébként meg volt a varázsa, és nagyon nagy hangulata volt, főleg ott abátszókon, akkor ugye az volt a legnépszerűbb helyszín. Tehát 40-60 csapat volt, tehát túljelentkezés volt egyébként minden egyes tornára, de teljesen másról szólt akkor a strandlabdarúgás, mint most. Ennek részese voltam én is egy ilyen abátszalóki turnénak, elmentünk öten, és hogy majd milyen jó lesz, és hát ott a játékosoknak az volt a jutalma, hogyha valaki kispados lehetett. Igen. Ugye? Hát főleg a szombati vagy a vasárnapi mérkőzés. A pénteken még volt, nagy volt a lelkesedés, de ugye a péntek este meg a szombat este azért megpecsételt a másnap. Tehát nem azért hőbörögtek az edzőnél, hogy ő miért kezdő, hanem hogy miért nem én ülök a kispadon. Így van, ugye? Így van. Nos, a másik legenda pedig Szacskó László, aki kettős pozíciójában is meghívást kapott, mert hogy egyfelől a Szokka válogatott kapusa, másfelől pedig a strandlabdarúgás legendája. Először is tisztázzuk a dolgot, a tűzoltóságnál te törzsőrmester vagy? Főtörzsőrmester. Tudtam, hogy el fogom rontani, biztos. Laci, a tűzoltóknál miért engedik, vagy hogy engedik meg a szakállat? Hát abszolút nem lehet szakáll. Talán egy minimális borosta lehet, de szakállt el sem lehet, mivel van a légzőkészülék, igen? És annak úgy kell zárnia, hogy ne menjen be a levegő, és így a szakáll lehet, hogy eltartja, vagy elcsúszik az arcodon, és azért nem lehet. Én sokkal egyszerűbb dologra gondoltam, hogy mitől meggyullad a szakállad, azt akkor téged például nem, azért ez a légzőkészülék miatt az állat, hogy rajtad van, azért, hogy ne csúszson el, mert hogyha ilyen gumiszéle van, az a bőrön úgy rásimul, rátapad, és akkor így nem tudsz ugyebár füstöt beszívni, vagy esetleg olyan. Akkor most végignézem az arcodat, ne legyen félreértés. Nem voltam szolgálatban. Pontosan két napja nem voltál szolgálatban, ugye? Igen, igen. Amikor mész, akkor mindig... Akkor meg kell borogálni. Jó. Azt tudtuk nagyon jól, ugye Laci, te ismered, hogy hát a kapusok egy egész különleges evolúció, és azt mondják, hogy normális kapus meg zöld disznó nincs. Na most akkor a Szacskó Lacit megkérdezzük, hogy oké, hogy te kapus vagy nagypályán, meg eltörted a sípcsontodat, az hogy történt? Azt mondd el. Hát ez egy ilyen, nem is tudom milyen szituáció volt igazából, egy volt csapattársammal sikerült. Ráadásul. Igen, nem akartam agyarugni, mert tényleg, hogyha más összem vagy nem ismerem, akkor én is máshogy megyek oda. Aztán így ilyen. Biztos, hogy húztam a lábam, nem is, ő felhúzta a térdét, és pont, hogy én labdát akartam akkor elrúgni, ráesett egy picit a térdé, elment a labda, én meg így a térdét találtam a telibe, aztán így sípcsont, meg szálkapossont törés lett a vége. Hogy olvastam, pont fél óráig állt a játék, mire összeszedtek téged ilyen kezelhető, mozgatható hát, állapotban. Igen. Te parancsnok mit szólt, amikor bejelentettek? Hát örültek neki. Na hát most ez benne van, nem tudtak mit csinálni. Hál' Istennek akkor még így meg is tudták oldani a létszámot, hogy ne legyen semmi baj szolgálatba se, de mennyit hagytam ki? Talán egy 3 hónapot voltam, és utána már mentem is vissza dolgozni. Utána rögtön beálltál védeni, nem? Hát, májusban azt hiszem, pont strandfocin kezdtem el legelőször. Na, hogy Berkes László mennyire nem unja a labdarúgást, itt a beszélgetés közben azért hall valamit a Szacskó Lacival, hogy miről dumázunk, csak közben meretten nézi saját magát, és mindig nem unja, nem unod még, ugye? Nagyon. Most. Ezt unod? Ezeket a mérkőzéseket, hát azt nem mondom, hogy unom, de nem azért nézem, csak hallgatom közben Szacsikát, meg én is kíváncsi voltam ezekre a sérülésekre, meg hogy történt. Azt tudom, hogy az első mozdulat a fél óra után, hogy a gyárta játék, az volt az első, hogy csinált egy selfie-t a mentőben. Tehát arra gondoltam, meg hogy legalább kipróbáltam ilyen a szakára, hogyha most egy ilyen 4-5 hónapig nem játszott, akkor
megnéztük, hogy áll neki. A koporszakállast is volt. Persze, úgyhogy ki tudta próbálni. Oké, most vége a kedélye, ahol pedig maga a főhős. Ugye? Jól néztél ki? Nem biztos, hogy főhős. Na, akkor vége oké a kedélyes negyed órának. Laci, ami miatt téged meghívtunk, mert hogy én egyébként fogalmam sem volt, hogy mit jelent, egész hosszan kellett böngészni. MSMN koordinációs vezetője vagy, és fogalmam sem volt, hogy mi ez, és akkor most elmondom, hogy mindenkinek gyarapodjon a tudása. Magyar strandlabdarúgás Management Non-Profit Kft. Te, amikor mondjuk az angolok meghallják, hogy te az MSMN-nek vagy a képviselő, és akkor nem néznek rád így furán? Mi nem hallották meg szerintem. Tehát a BSVV, ugye a Nemzetközi Szövetségnek a rövidítése sem egyszerűbb, tehát sokkal könnyebb. Jó, hát ez egy picit közelebb. MSMN, tehát most így ki tudja mondani az angol is, de nem fogjuk neki lefordítani. Aha. Főleg én nem, egy kicsit hiányos az angol tudásom. De ugye Herbály Péter volt ennek a kitalálója, ennek a névnek, és úgy gondolta, hogy ezzel talán magába foglal minden olyan dolgot, ami a magyar strandlabdarúgással kapcsolatos, ezzel a névvel, és így megmaradt, és a rövidítése is viszonylag jól hangzik, szép a logója, és azért mondom, hogy szép logója is gyönyörű. Van. Az úgy jó? Úgyhogy eladható az majd a dolog. Mint az amerikai gondolom. Foci, az MLS-nek a... Hát igen, reméljük, hogy egy-két támogató összekeveri, és akkor hát, hogyha... Na most az a helyzet, hogy ennél a strandlabdarúgó Management Non-Profit Kft-nél most különösebben nem is az érdekel, hogy mi volt a múlt, hanem hogy mi a jövő. Mert hogy ugye az MLS az lelépett mellőletek, a ti non-profit Kft-tek a Covid miatt kialakult gazdasági helyzet okán, hát nem túl stabil gazdaságilag, gyakorlatilag csak papíron létezik. Mi a jövő? Hol tartasz most? Mert hogy te vagy az első ember ebben a MSMN Kft-ben. Hát pontosítanék, nem az első ember vagyok a Kft-ben, hanem igazából ez a feladatnak ez a része rám hárult, aha, hogy megszervezzük, illetve lebonyolítsuk a bajnokságot. Elsődleg célunk az, hogy idén legyen egy nagyon színvonalas bajnokság, egy magyar kupa. Ugye itt a tavalyi év ne szakadjon meg, tehát egy ilyen folytonosságot követünk. A válogatottnak a szereplése nem tudom, hogy mennyire közeli cél. Én úgy gondolom, hogy inkább csak távlatokban beszélhetünk. Azon dolgozunk minden nap, hogy olyan támogatókat, szponzorokat tudjunk magunk mellé állítani, akik tudják biztosítani ezt az idei évi versenysorozatot. Úgy gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk. Sikerült a Lupa Beach-sel is megegyeznünk a napokban, úgyhogy ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, idén is ők szolgálják a helyszínt. Kicsit központosítjuk most a versenysorozatot, oda visszük a Lupa Beach-re, ugye most már két pályán tudjuk lebonyolítani a rendezvényeket, oda visszük az utánpótlás bajnokságokat is, női bajnokság rájátszását, illetve ugye a magyar kupát és a férfi felnőtt bajnokságot. Jelentkező akad bőven? Hát jelentkező még azért nem, mert ugye mondtam, hogy a napokban sikerült megállapodnunk, úgyhogy a versenykiírást azt május elejére tervezzük, és ugye a magyar bajnokság egy meghívásos verseny lesz, és hogyha ugye a tavalyi csapatok elfogadják a meghívást, és ugyanezzel a rendszerrel meg tudjuk szervezni a bajnokságot, akkor megmarad. Ha viszont nem, akkor nevezés alapján, akár ha több csapat nevezés alapján kialakul egy tumultus, akkor egy előselejtezővel, vagy egy ilyen kvalifikációs versennyel fogjuk ugye feltölteni a további csapatokat a bajnokságot. Minek örülnél jobban? Ott tolongjanak a nevezni vágyók, vagy inkább te határozod meg, hogy hányan jöjjenek? Hát nagyon örülnék neki, hogyha tolongnának, de lesz egy magyar kupa július elején, ahol és a magyar bajnokságot a július végi időszakra tervezzük. Most jött ki a napokban a kedden pontosan a nemzetközi versenynaptár, és nagyon sok ütközés lett volna a magyar bajnoksággal, és próbáltuk úgy átcsoportosítani itt a dátumokat, hogy ne ütközzünk ugye a nemzetközi versenyekkel, és a magyar kupa július elején kerül megrendezésre. Ez és azt szeretném, hát igen, ez már biztos, mondhatom azt, hogy 100%. És azt szeretném, hogyha ott lenne tumultus, hiszen ott egy olyan magyar kupát szeretnénk megrendezni, ahol az idézőesen amatőr csapatok is indulhassanak. És utána az a két hét rendelkezésre állna még esetleg a csapatoknak arra, hogy a magyar kupából merítsenek játékosokat, vagy mi esetleg csapatokat a bajnokságra. Úgyhogy
szeretném, hogyha tumultus lenne a Magyar Kupában. A bajnokság pedig legyen egy hasonlóan színvonalas, mint a tavalyi, egy 9 csapatos max létszámot tervezünk, és ott azt szeretném, hogyha 9 minőségi csapat lenne, és nem a tumultusra számítanánk. Laci, neked nagy pályán sem könnyű az életed a kapuban, akkor szokkában sem, de ha ezt a rém kényelmetlen helyzetet még mondjuk a köbre lehet emelni, na akkor ez a strandfoci. Mondd meg, hogy mi az ördög örömet találsz te abban, hogy még a szemedből is folyik ki a homok, és hogyha nem védesz semmit, már pedig úgy tűnik, hogy megrúgják ugye laposan a labdát, és egy buckán megpattan, átugrik, és néznek hátra rád, hogy mi van, nem védesz semmit? Tényleg azt mondják, figyelj, minek jöttél velünk, nem? Fél pályára verünk, igen, az pocsolja. Ez cefet, nem? Erre lepatt, hát igen, ez a legnehezebb rész, ez a lepattanó labdáknak úgymond a hárítása. Mondjuk szerintem ott 80%-ban szerencséd van, hogy elakad benned, ha így lepattan. De amúgy én szerintem a foci részében, az a foci részt imádom, az legjobban. Mert ott tényleg kapusként nagyon sok mindenben részt veszel, ugyebár kijöhetsz lábbal, lőhetsz, tényleg amúgy sokat kell védened. Plusz van árnyékod, nem? Neked van egyedül árnyékod. A kapufának az az árnyék, hogyha oda vetődik, de amúgy tényleg ez a legjobb része ennek a védés dolognak. Vagy különben meg egy csomó ideig egy helyben állsz a forró homokban, nem? Hát az is jó, amikor főleg éjjel süt. És még nem is tudsz úgy elrugaszkodni, nem? Ebből az átkozott homokból. Hát ezed, mint a sima talajból. Ugye főleg attól függ, hogy milyen homokon vagy. Mert hogyha nagyon mély homokban vagy, akkor tényleg nagyon nehéz elrugaszkodni. Hol a legjobb a pálya? Lupán jó a pálya? Jó, jó a pálya. Nem finom a homok annyira? Hát szerintem ott tökéletes. Így erre a sportágra. Na és akkor ez a trükkje ugye a strandfocinak, és akkor itt is látszott, ugyan nem a füvön a homokban. Ez te voltál, ugye? Nem. Besenyei Feri. Csak te adtad össze. Hasonlít a frizuránk, de ő van. Nagy vonalakban. Szóval, hogy ez a taktikája ennek, itt ezzel lehet valamit kezdeni egy kapusnak, hogyha látja, hogy egy ilyen piszok lövés érkezik, mellé áll vagy már eldobja magát? Hát az a baj, hogy valamikor ebből szinte nem is látja semmit, mert vannak előtted a saját játékosaid, meg most megint ez a megpattanós lövésnél nem tudsz igazából mit csinálni. De itt ketten is be tudtok állni a kapuba, jó, most ők nem úgy állnak fel, most nálunk mindig visszajött a játékos, általában Laci volt ott, és akkor úgy leosztottuk, hogy melyik rész kié. És akkor úgy szerencsét próbáltunk mindig, aztán volt, hogy nem jöttünk ki jól belőle, de hát ennyi. Sajnos Berkesz László szomorúan veszi tudomásra, hogy Besenyei Ferenc művész úr megint gólt rúgott. Igen, én gólpasszom volt. Ők hozzáteszem, nem ennyiből áll a strandfoci, mert most pont ebben az egy percben volt három középkezdés, mint a három középkezdés gól lett. Tehát hogyha így működne, tehát akkor nagyon jó, nem lenne 73-72 az eredmény, de azért nem erről szól a strandfoci. És visszatérve arra egyébként a kapusoknak a mozgása, tehát itt azért úgy szokták megakadályozni, vagy megelőzni azt, hogy össze-vissza pattanjon a labdát, hogy támadják a labdát. Tehát itt előre mozgás van elsősorban, ugye nem az oldal mozgás a kapusoknak. Úgyhogy kicsit ki lehet ezért küszöbölni ezt a homokat. Szacskul, azt jól olvastam én, hogy te egyszer a Bate Borisov ellen két gólt rúgtál? Igen. Na meséld már el, hencegél már vele, ember! Hát az Portugáliában volt, mikor voltunk akkor? Hát az 2013 vagy 12 bajnokok ligája. BL volt az biztos. Hát 13-ban. Igen. 14-ben. 14 napra vezettek, volt hátra 20 másodperc, vagy annyi se. És akkor egyet rúgtam, azzal egyenlítettünk, utána a hosszabbítás, és utána még a hosszabbítás még egyet, és úgy nyertünk 2-1-re. Hogy előre jöttél, vagy? Ne, így kivittem magamnak, felemeltem, és úgy berúgtam. Jaj, nagyon szerény ez a fiú, nem? Ilyen egyszerű. Onnan? Mind a kettőt, ugye, hasonló. És akkor a többiek boldogságukban belevertek a homokba téged, ugye? Hát nem bírnak annyira. Amikor, nagyon örültünk, igen. Amikor ott a kapud előtt egy zűrös helyzet kialakul, és a porfelhőből semmi nem látszik, és ugye ahogy Csank János tanította, egy kapus az a kombájnak az asztalába is beleugrik, te oda beleugrasz, ott úgy valami tudatosságot próbálsz meg belevinni, vagy csak kicsi a rakás, nagyobbat kívánsz? Hát. Lehet, hogy a kicsi a rakás inkább, de én nem voltam sose ilyen félős kapus, meg inkább keresem én is ezeket a úgymond férfias küzdelmeket, de most, hogyha egy ilyen szituáció van, hogy tényleg előttem ilyen tumult, hogy inkább minél közelebb vagyok hozzá, mint hogy álljak a kapuba, mert eleve, hogy
tényleg jobban, hogy Laci is mondta, hogy távolni kell, mert jobban zárom a szöget, úgyhogy ha menni kell, akkor megyek, úgyhogy nem szoktam gondolni. Hát ezért vagy tűzoltó is, ne? Hát értsék meg, kedves szokkatérvé nézők, amikor egy ilyen zűrbe belekeveredsz, és oké, valahogy a labda hozzád keveredik, vagy nem valahogy, hanem tudatosan, akkor mivel kezded a tisztálkodást? Először is pislogsz egy nagyot? Nagyon, időd nincs tisztálkodni, mert 4 másodpercet van, hogy eldobd a labdát, és akkor, hogyha nem akkor az ellenfél jön félpályás szabadrugással. Ami tényleg ebben a strandfociban egy szabadrugás, az egy fél gól tényleg, mert bármi meg lehet belőle, ugyebár, hogyha megpattan, vagy akármi, úgyhogy azt gyorsan el kell végezni. Vagy van az a rafináltság, hogy kidobod és kambol, mondod, hogy tele ment a homok. Vagy a szemed tele ment a homok. Berkes Laci, visszatérve egy pillanatra a strandfocira, támogatókat találtál már magadra? Egyáltalán a strandfoci közösség az melletted áll, vagy pedig esetleg egy újabb szerveződés elindult veled szemben, hogy a Berkes mit magyarázok, majd mi sokkal jobban csináljuk? Azt nem tudom, hál' Istennek nem egy személyben kell szerveznem azért az egészet, és úgy gondolom, hogy csapat áll mögöttünk, tehát vagy mellettem, vagy tehát ilyen egyes szám első személyben nem fogalmaznám ezeket a dolgokat. Inkább hát ellentábora mindig van mindenkinek, tehát most, hogy minden szerveződésnek, de most annyira nem foglalkozunk vele. Nekünk az a célunk, hogy most, mint mondtam, hogy idén egy színvonalas bajnokságot megrendezzünk, meg egy magyar kupát, illetve az, hogy a sportágat, amik ugye voltak azért szebb napja is a sportágnak, ugye amikor nem tudom hány ezer kisrác játszotta a Diákolimpián, keretein belül. Meg még táborok is szerveződtek. Igen, próbálnánk azt a múltat felidézni, és azon dolgozunk, hogy a háttérországot is megteremtsük és működtessük, illetve azt, hogy az lenne a legfontosabb, másik legfontosabb, hogy a sportág csúcsa válogatott is tudjon ugye megfelelően felkészülni versenyekre, illetve hogy tudjuk egyáltalán versenyeztetni a válogatott. Most az, hogy ki fog minket ebben támogatni, vagy na, ki az, aki... Na, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan fogadnak? Igen, hát biztos van pozitív, illetve pozitív fogadtatás, illetve van negatív is. Remélem, hogy azért a pozitív az több lesz. Sikerélmény gyűlt már? Van, tehát igazából tárgyalások, ahogy zajlanak, pozitív visszajelzéseket kapunk, és folyamatban van még nagyon sok megbeszélésünk, de úgy gondolom, hogy pozitív a visszajelzés. Váratlan helyről kaptatok segítséget, a Sakke Hengerittel. Ő velük hogyan gondoljátok az együttműködést? Igen, nagyon örültünk neki egyébként, hogy már régre visszanyúlik a kapcsolatunk Tibivel, és talán hasonló cipőben járunk. Talán annyi a Sakkának az előnye, hogy a létesítmények azért adottak. Nem olyan komplikált. Tehát így van, nem olyan komplikált, igen, a homokat sokkal nehezebb bárhova elvinni itt Magyarországon, de viszont hasonló cipőben járunk, mi mind a kettő úgy gondolom, hogy egy kiegészítő sportág. Tehát a labdarúgás mellett kell boldogulnunk ugye a kis saját sportágunkkal, és talán együtt lehet, hogy sokkal többre visszük, mint külön-külön. Talán még átfedések is lehetnének a játékosok, illetve akár a versenyszervezésen belül is. Úgyhogy ezen dolgozunk most Tibivel, és remélem, hogy ők is profitálnak belőle, illetve mi is profitálunk majd ebből a közös munkából. Szacskó László ugye Sokkában is jeleskedett. Láttam rólad egy képet, azt hiszem ott van, igen, hogy elég boldogan mosolyogsz a krétai világbajnokságon. Hogy tetszett neked ez az első nagy összejövetel? Hát szerintem, vagyis nekem ez is egy óriási élmény volt. Nagyon jól éreztem magam. Jól is ment a csapatnak, úgy gondolom. Sajnos egy ilyen szerencsétlen meccsen kiestünk, vagyis az oroszok ellen, akik megnyerték. Ott is ilyen utolsó másodperces góllal. Amit egyébként te szoktál rúgni, nem? Igen. Csak most itt nem lehet. Igen. De nagyon tényleg egy óriási élmény volt. Főleg így elsőre, most így tényleg soha értem, mert nem volt ilyen szokatornán. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen körülmények lesznek, meg ennyi ember. Tényleg minden meccsen teltház volt, akkor a stadion mellett ugyanúgy kivetítőnél ugyanannyi ember. Tehát tényleg óriási élmény volt. Melyik büntetőt utálod jobban? Az egyből nekifutósat, vagy a szokkásat? Hát szerintem az egyből nekifutósabb. Én azt mondom, hogy ha így hozzák rád meg ilyenek, akkor én több esélyt látok abból, hogy megfogd a labdát, mint hogy tényleg, hogy odaállnak eléd, és akkor max találsz egy irányt, ha megfogod meg, de még akkor is lehet, hogy kevés vagy, hogyha irányt találtál. Az előbb mondtad, hogy a kapusoknál óriási nagy taktika a szerencse. Mondjuk azt
edzőbácsi elmondja, hogy akkor 80%-ban téd a szerencse, hát az azért nem egy stabil jövő. Hát itt a homokon, igen. Amikor rád vezetik a labdát, akkor milyen taktikát választasz? Kirohansz a félpályáig, vagy várod, hogy rád menjen? Hát hogyha most egy szokkát nézem, mert itt ugye a homokon nem vezetik, igen? De a szokkát nézem, akkor hát nyilván kijebb megyek, hogy zárjam a között szöget, meg jó, most a büntető területen kívül nem fog kimenni, mert a kézzel már semmit nem érek. Megpróbálok minél többet kiválni, tehát nem elmenni egy lövésre, esetleg nem akarom, hogy feltöröltesik velem az egész placot, úgyhogy inkább kivárok. Próbálok mindig állva maradni, meg minél közelebben a játékosok. Amikor elindultatok erre a krétai kirándulásra, akkor csak egyszerűen a tapasztalatszerzés vezetett titeket, vagy ültök a buszon, gyerekek, akkor jussunk már el a legjobb négy közé? Hát mindig azt mondtuk, mindig a következő meccset meg kell nyerni. Jaj, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Igazából úgy egy meccset játszottunk ugye a horvátok ellen, ha jól emlékszek, őket itt megvertek edzőmeccset, többieket úgy nagyon nem ismertük, nem is játszottuk velük, így mindig úgy voltunk vele, hogy megnyerjük a következő meccset, és lesz a lesz. Most bajba lesztek Mexikóban, mert most már kezdenek ismerni titeket, és tudják, hogy hát ezek a magyar betyárok. Most már fognak készülni ránk, az biztos. Na csak okosan is egy szinten lakjanak veletek, így van? Igen. Ez a nagyon fontos. Abban baj nem lett. Laci, nagyon fontos dolognak tartott, hogy elinduljon a Magyar Kupa, elinduljon a bajnokság, csak hát a válogatott elég komoly hírnevet szerzett, így van? Az Európa bajnokság is mindenhol, velük mit lehet kezdeni? Hát több országban probléma egyébként a strandlabdarúgás és az adott ország szövetségek közötti kapcsolat. Úgyhogy úgy tudom, hogy mostán a német válogatott mögül is kiszállt a szövetség. Úgyhogy nagyobb múltú országok is visszaléptek most, vagy lehet, hogy szünetelték a versenyeztetést, és ott is probléma az, hogy milyen formában fog majd ugye visszakerülni a válogatott a vérkeringésbe. De aki szereti a strandlabdarúgást, tehát amelyik ország úgy gondolom évek óta benne van ebben, és a németek áligás csapatról beszélünk, a németek úgy gondolom egy több évtizede azért aktív tagjai, szerintem találnak rá megoldást ők is, hogy vissza tudjanak kerülni mondjuk a nemzetközi porondra. Ugyanúgy mi is azon dolgozunk, hogy visszakerüljünk. És fontos de az, hogy... De összetartásokat akkor hogy tudjátok szervezni? Hát az összetartásokat úgy szervezzük, hogyha megfelelő támogatottságot fogunk élvezni, akkor akár Magyarországon, akár olyan külföldi országban, ahol vannak lehetőségek, mondjuk éghajlattól függően, mert azért itt télen nagyon nehéz... Mondjuk közeli fel, Dubaj például az elég jó. Közeli Dubaj az jó lenne, igen, egy 3-4 hétre kimenni, együttáborozni. Hát nem erről szól most sajnos a strandfoci, hanem arról, hogy próbálunk majd esetleg fedett sátras pályákat kialakítani Magyarországon, és akkor talán az utazás nem kerül annyiba. Mondjuk az sem olcsó mulatság, ez a fűtött sátorban egy strandfoci pályát felállítani. De van több terv, meglátjuk, hogy melyik irányba fogunk elindulni. Amikor beleugrottál ebbe a munkába, akkor gondoltad, hogy ez jó nagy feladat lesz? Hát játékosként sokkal egyszerűbb volt, utána edzőként már kicsit bonyolultak a dolgok. Most így, hogy edző is vagyok, játékos is vagyok, és a szervezésben is aktív részt veszek, így nagyon bonyolult. Ez egy piszok. Rengeteg energiát felemésztítve. Kedves Szokka tévénézők, most egy kis szünetet tartunk. Dramaturgiailag az lenne az igazán csattanó, hogyha Berkes Laci a cipőjéből kiöntene mondjuk egy kis marék homokot, és Szacskó Laci pedig fölöntene egy tűzoltósisakot, és egy labdával kiballagnának, de hát ez nekünk nem áll rendelkezésünkre. Ettől függetlenül a Szokka TV nem kis pálya, egy kis szünet, és utána folytatjuk tovább a szokkázást. Ez itt a Szokka TV második része, és tudjátok jól, hogy nem kis pálya, úgyhogy most egy olyan férfival fogok beszélgetni, aki tényleg rengeteg idejét tölti a kicsik nevelésével, B. tornaszervezéssel, C. szokkával. A vendégem Simon Péter, aki a klubjának egy nagyon különleges nevet adott, Csakacsel. Akkor védekezést ott nem is tanítotok? Igen, ez egy érdekes és mindig felmerülő kérdés. Igazából ez is visszavezethető, hogyha már ilyen stílszerűek szeretnénk lenni a Szokkához.
hogy rengeteg kispályás mérkőzésen elhangzik, akár egy kapus, vagy akár egy védő szájából, amikor az ellenfél támadója, vagy ellenfél játékosa vezeti a labdát, hogy figyelj, csak a cselre. Egy erősebb éjszakán a társammal felelevenítettük ezeket a dolgokat, és akkor egy jól hangzó, szinte mozaik szónak, vagy szinte ilyen elfelejthetetlen brandnek készült ez a csapacsa. De ez nem azt jelenti, hogy nem tanítunk nyilván védekezést, de szerintem egy könnyen megjegyezhető és megtanulható dolog. Még a logó is a csacs. Igen. Úgyhogy így kapta. Itt most látható a háttérben egy zseniális torna, és egy pillanatra megálltam, hogy az a torna téged nagyon megszenvesztett. Már azért, hogy szerintem vékonyan naptejezted be a fejtetődet, és szörnyen leégtél. Igen, előtte Horvátországban voltam pont egy napot, úgyhogy sikerült. Azt készített ki? Azt készített ki, de egyébként nem, hát nyilván a labdarúgó edzők, pláne akik a szabadban dolgoznak, ugye most jelen pillanatban épp az április nem olyan, de azért szokott olyan lenni már április-május, hogy első hirtelen napsütések azért elkapják a buksiját az embernek, úgyhogy igen, igen, erről lehet megismerni az edzőket, meg a gépjárművezető oktatókat, hogy szakaszosan barnulnak, ugye? A fejük szénfekete, a karjuk, és talán a mellkas pedig tiszta fejed. Na, akkor most beszélgessünk. Miért jött be neked ennyire a szokka? Van egy filozófiám egyébként, akár az utánpótlás labdarúgással, vagy a labdarúgással kapcsolatban. Egyébként ez is egy tök jó kérdés, mert egy évvel ezelőtt a Dalnoki Akadémiával közösen kitaláltunk ugyancsak egy szakmai irányvonalat, hisz ott a Csakacselen kívül ugye a nagypályás részben a Dalnoki Akadémiánál vagyok, mint utánpótlás vezető. Ez a hashtag 4 évszakos focinak neveztük el, ami igazából rettentő egyszerű, tehát mind a 4 évszakban a lehető legtöbb fajtáját, formáját szeretnénk a gyerekekkel megismertetni a labdarúgásnak. És ugye azért a szokka az ennek egy elég belős műfaja. Jó ötletnek tartod? Nagyon, bár ugye nagyon nehéz egyébként, és nagyon nehéz dolgunk is van, illetve lesz is azt hiszem hosszú távon, akár a klubokkal, akár az edzőkkel megszerettetni, de én bízom benne. Nem akarják? Nem az, hogy nem akarják, ugye az MLS-nek van egy irányvonala, és nyilván rengeteg versenye is, amiben igyekszünk mi is beilleszteni ezt a fajta labdarúgást. Ahhoz képest egyébként, hogy első ízben írtuk ki tavaly, egyébként ami itt megy mögöttünk a tévén, a Dalnoki Emléktornát, ugye tavaly első ízben szokka szabályok szerint és szokka méretű pályán rendeztük meg. Nagyon-nagyon pozitív lett a visszajelzése, tehát én sokkal többet kaptam tőle, mint amennyit, megmondom őszintén, előzetesen vártam. Volt benned egy pici szorongás, hogy oké, nem ismerik ezt a játékot, hogy fog tetszeni neki? Nyilván igen, és nyilván azért is, mert pont... Itt vannak a vagányok, nézd, igen. Tehát egy U10-es korosztályban, ugye az U9-es korosztályból lépnek föl, ugye ott a 4+1-ből 6+1-be lépnek föl, itt meg ugye 5+1-et játszol, tehát sok edző az elején, most nem azt mondom, hogy óckodva vagy tartott ettől a dologtól, de már ugye tovább gondolta azt, hogy már az ő gyerekeinek már abba kell játszani, abba a szisztémába, illetve ugye akár már az edzés tervét is úgy készítette elő. Viszont nagyon érdekes, hogy egy nagyon-nagyon üde színfoltja volt nekik is a felkészülésében, tehát minden csapat felkészülésében, hisz ami ennek a lényege, pláne ebben az utánpótlásportban rengeteg gól született, rengeteg olyan gól született, ami lehet, hogy már egy 6+1-es nagyobb területen nincsen. A 4+1-en meg végképp? Igen, ott meg pont azért, mert sokkal több nyomás van a kisebb, vagy ennek a korosztálynak. Így én azt gondolom, hogy pláne ez a 9-10-es korosztályban ez a pályaméret, ez a létszám, ez egy nagyon jó játékot tud kialakítani. Illetve ha valaki megnézte ezt a videót, nem egy mérkőzés a rávezetéssel dőlt, tehát aztán az ott meg a gyerekeknek ez egy olyan élmény volt, meg a szülőknek is, hogy szerintem az is elég sok mindent témjelez. Nagyon vagányak a gyerekek is, hogy ez mekkora torna volt a teljesség igénye nélkül. Felsorolom, azt mondja, hogy Újpest, Vasas, Soroksár, Rubeola, MTK, Sándor Károly Akadémia, Veszprém, és még Lepsényből is eljöttek. Amikor bedobtad a klubvezetőknek, hogy figyelj, lesz itt egy szokka, akkor te, Péter, megismételnéd, hogy mit mondtál? Nem volt egy ilyen akadékoskodás? Nagyon jó kérdés, mert ugye a Dalnoki emléktorna azért ugye már régebbre vezethető vissza, tehát nyilván az segítség volt, hogy Dalnoki tornaként volt ez ugye meghirdetve, de hát megmondom neked őszintén, hogy először azért jöttek a vissza e-mailek. Nyilván egy Rubeolától, akivel tartjuk a kapcsolatot, vagy közös ugye hajótolunkat, ott egyértelmű volt, hogy nincs kérdés, viszont azért nagyobb csapatok, mint ahogy fel is soroltad, így gyakorlatilag a Ferencvárostól kezdve az Újpest,
az MTK Vasas, tehát gyakorlatilag mindenki, aki a krémet jelenti, ott volt. Volt visszakérdezni e-mail, hogy tényleg 5+1, és tényleg ilyen szabályok szerint, de hála az égnek, hogy sikerült ezt a tornát megcsinálni, mert én azt gondolom, hogy olyan jól sikerült, hogy ennek idén esetleg még nagyobb dolgok lesz folytatása. Hát én nagyon remélem, igen. Majd erről is beszélünk később, most viszont azt a kérdést teszem föl neked, amit egyébként nekifutásból, vagyis helyből az elején kellett volna. Hogy kerültél te kapcsolatba a Soccer Hungary-vel? Hát aki jártas ugye a futsalban, én nagyon sokáig ugye a Csakacsel is egyesületem is ugye a futsalklub. Tavaly előtt 2 éve most már, vagy lassan 3 éve ugye, amikor megismerkedtem a Tibiékkel, én ugye voltam az ő csapatának, a Kartalnak a vezetőedzője. Illetve az nagy pályás csapat nem volt? Nem, az futsal csapat volt. Igen, és azért ezt a közeget, meg ezt a milliót, aki ezzel a játékkal foglalkozik, azért régóta is, mert már én sem vagyok annyira fiatal, bármennyire is szeretném. Viszont szépen, szeretném azt hinni. Úgyhogy igazából szerencsés helyzet volt ez, mert nagyon nem kellett kérdezgetni, tehát szívesen csöppentem bele ebbe a történetbe. Nem volt semmi ellenvetésed, úgy érezted, hogy ez a te koncepciódba beleillik? Abszolút mondom, ez a 4 évszakos foci. Úgyhogy annyit elmondhatok róla, ugye, hogy nyilván aki télen ugye futszálozik a gyerek nálunk, amikor engedi, akkor ugye a nagypályás, illetve a szabadban történő labdarúgás, és ebbe például tök jól beleillik a Sokka, tehát hogy ott az megint egy másik formája ennek a játéknak, illetve ugye a tekbal, esetleg a futgolf, tehát mi szeretnénk afelé nyitni ebbe az utánpótlásba. Nyilván minden gyereknek az az álma, hogy nagypályás labdarúgó legyen, akár, amint te említetted az előbb, a Bayern vagy a Paris Saint-Germain csapatába, de én azt gondolom, hogy ha a szívünkre tesszük a kezünket, nekünk azért, mint pedagógusoknak, mint edzőknek a legfontosabb feladata az, hogy a gyerekeket a sport mellett tartsa, mert azért nagyon kevesen lesznek olyan képességi játékosok, akik esetleg ebből tudnak megélni, viszont ha így adunk nekik többfajta választást, akkor egyrészt a mi lelkiismeretünk is tiszta, illetve akár egy Sokka, vagy akár egy másfajta labdarúgással foglalkozó szakág is rohamosan tud fejlődni. Aj, szívemnek olyan kedvesen beszéltél, hogy ez gyönyörű volt. Nagyon érdekes egyébként, hogy a csoport, illetve a torna győztes Vasas játékosai azt mondták, hogy ők a nagy csapatban akarnak játszani, példakép Fecesin Róbert, Litauszki Róbert. Ez nagyon fontos, és ez lehet a TikTok elleni küzdelemben az egyik fontos fegyveretek. Igen, áll az. Hogy álltok vele? A TikTokkal vagy a... Hát... Változó? Helyek közben, igen, nagyobb sikerek vannak, de mondom, így, hogy ennyiféle fajta impulzust tudunk a gyerekeknek adni, hála az égnek, nem nagyon van nekik sem pihenőjük, a szó pozitív értelmében, hisz azért kell nekik is pihenő, de azt veszem észre, hogyha tényleg egy olyan közeget tud kialakítani az ember, és olyan football wellness-t, így szoktam néha fogalmazni, hogy nem csak az a ostorcsapásos képzés, akkor meg tudjuk verni a TikTokot, meg a FIFA-t is sokszor. Az a jó, amikor hazamegy a kisgyerek, és nem tudja a konzolt a kezébe venni, mert olyan ájult, fáradt. Addig hajtjátok őket. Most már megbeszéltünk mindenkit. Neked tetszik a Sokka. Csuhai Tibornak tetszik az, hogy összeálltatok vele. Az edzőknek is tetszik. Még egy lényeges dolgot nem beszéltünk meg. Hogy tetszett a kis embereknek? Hát nagyon-nagyon tetszett. Megmondom őszintén, szerencsére sok szponzor, illetve a Tibiék is nagy segítséggel álltak mellénk, így nyilván nem feltétlenül a díjazás a legfontosabb, de egy olyan napot tudtunk magunk mögött, ahol ráadásul, hogy látod, nagyon jó idő szerencsések voltunk, nagyon jó körülmények között tudtunk. Ez az Icarus pálya. Igen, Icarus pálya, tehát nekik is köszönjük utólag, hogy ott tudtunk lenni, de tényleg, hogy egy olyan végletekig mosolygós, de közben izgalmas, és tehát hogy minden benne volt, ami a gyerekeknek lényeges, és tényleg a futballnak vagy a Sokkának a savaborsa, úgyhogy nagyon pozitív vagyok. Különös volt, mert aki így nyilatkozik edző, ő arról beszélt, illetve még az MTK-s edző, mindjárt meg... Tóvizi Tomi. Igen, igen. Aki egyébként Kevin De Bruyne. Igen. Hogy sikerült a belgát idehozni? Jó, tehát igen, majd látszik igen, már. Igen, igen. Igen, mondjuk a Tamás is egy jó alakja, igen, meg alakja a labdarúgásnak, hisz azért ő is futszálozik, ha jól tudom, ugye az Újpest futszálnak a második csapatában, tehát ő is azért egy nyitottabb edző, de mondom még egyszer, tehát szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy
hogy azért a 99%-on most már az edző kollégáknak azt gondolom nyit azért a többfajta labdarúgás felé. Nem az üvöltő egyszerű stílust képviselő? Nem, van olyan is még, de hála az égnek azért. Én amilyen körben mozgok, vagy akiket magam körül tudhatok, azért az inkább ez a fajta. Én amikor a saját gyerekeimhez próbáltam meg közelebb jönni, valaki súgott egyet, és ez tökre igaz volt, hogy le kell menni az ő szemük szintjére. Irtózatos dolog lehet mindig így fölfelé bámulni az embere. Akkor ezek szerint ti is letérdeltek és lehajoltok hozzájuk. Igen, ez egy fontos momentum, igen. A Tamás emlegette nagyon. Na akkor most eljöttünk egy végképp sarkalatos ponthoz. Edzők rendben, játékosok rendben, a szülő. Hát ez egy nehéz kérdés, de az mindig is nehéz kérdés lesz szerintem minden sportágban. Itt van Kevin De Bruyne. Exkluzív, itt van nekünk Mark Lettenberg, és itt van Kevin De Bruyne. Igen, ez mondjuk egy kicsit másként fésült, de az rossz képbeállítás. Ja, nem. Hát igen, érdekes dolog ez a szülői kérdés, mert egyébként nélkülük semmit nem tudnánk. Biztos. Tehát, hogy nem ezt a részét forszírozom. Hála az égnek, én szerencsés vagyok, mert a mi klubunknál azért ez rendben van, de szerintem azért most már egyre több helyen ez azért rendbe lett riapva. Az én időmben azért még azért voltak érdekes történetek. Apuka, amikor üvöltött, hogy ezt csináljad, azt csináljad, homlok egyenest, amit az edző mondott. Hát azért az talán még most is megvan, de azért régebben egy rangadó alatt azért repültek a szatyizzacskók, akár legyen az U15 vagy 17, de nyilván azért ez nem mindig volt. Amikor egy pár perccel ezelőtt arról beszéltünk, hogy most idén-nyáron is belevágtok egy ilyen turnéba, fölmérted a labdarúgó társadalmat, hogy lenne igény erre, vagy most már ott tartasz, hogy szelektálnod kell, hogy ki jöjjön és ki ne jöjjön? Igen, sajnos a pandémia okozta dolog miatt meg... Amiről beszéltél, a büntetőrúgás szépsége. Valami fantasztikus izgalmakat hozott egyébként. Ők gondolom nem a lila mezes csapat a szülői voltak. És nagyon egyébként jó volt látni, hogy U10-es kor megszégyenítve nem csak arról szólt a dolog, hogy valaki elpasszolgatta a kapus mellett, hanem próbáltak cselezni, próbáltak, tehát tényleg élvezték a dolgot. Ez pont annyira megjutott. Igen, ez a döntőbe jutás? Vagy a harmadik helyért talán, harmadik helyért volt. Akkor... Ez egy Fradi Mészői volt, igen. Aha. Hát pedig a Mészőinek az edzője olyan, hát hogy mondjam, kicsit olyan kelletlenül beszélt, hogy eljöttünk, hát nem olyan jó. Hát Gabi bácsit ismeri, azt tudja, hogy milyen az Újvári Gabi bácsit, úgyhogy, de szeretjük őt is, úgyhogy. Igen. Ez számomra ez olyan csodálatos pillanat volt, hogy itt a kicsik őszinte öröme látható, és még most is, pedig nincs is ott a kamera. Igen, hála az égnek. Mondom, tehát szerintem nagyon... Az alapkérdés? Az alapkérdés az, hogy most hol tartunk. Ja, hogy hol tartunk, igaz. Tehát mi visszatérve arra, hogy sajnos a pandémia miatt meghiúsult, azért már idénre is terveztünk volna egy komoly, akár bajnoki rendszert is. Aha. Illetve egyre inkább ugye most, hogy az MLS a kisebb korosztályba beszüntette a bajnoki rendszerét, mármint a Bozsik tornát. Áll teljesen a Bozsik? Most igen, áll a Bozsik. Úgyhogy pont ez a korosztály gyakorlatilag ugye a Kölyök Ligába, vagy azok által szervezett más, tehát nem MLS által szervezett bajnokságban indulnak. Tehát én azt gondolom, hogy ha most tudunk egy jót adni a gyerekeknek, akkor idén mi is tudunk egy olyan bajnokságot, vagy esetleg egy kuparendszert indítani, ami hosszabb távon sikeres lehet. És visszatérve arra, hogy a dalnoki emléktorna, hát igen, tavaly is terveztük, hogy még ennél is nagyobb lesz, de nyilván nem vagyok elégedett a 17 csapatos tornával, viszont a visszajelzések, illetve akár az e-mailek kiküldése, illetve a felmérés alapján nagyon úgy néz ki, hogy idén azért sikerül egy kétnapos tornát szervezni, úgyhogy nagyon dolgozunk az ügyön. Most itt hallgattalak, és az jutott az eszembe, hogy az mennyire lenne megoldás, hogy most itt úgy sejlik, hogy talán itt a tavasz utolsó hónapjában ugye megnyitják a sportolás lehetőségét, hogy akkor szerveznétek egy ilyet meg ősszel, és akkor aránylag folyamatos lenne. Igen, hát nyilván ez a terv, de gondolom... A stáb? Igen, ez a Csakacsel és a Dalnoki Akadémia szakmai stábja. Úgyhogy próbáltuk azért egy kicsit emészhetőbbre tenni ezt a videót, mi sem akartunk annyira komolykodni, úgyhogy ez látható a képen is. Igen, azt gondolom, meg egyébként Fekete Robi kollégámmal már beszéltünk is erről, hiszen ugye ő is az utánpótlással fog foglalkozni, és jó időpont lehet ez a május, hogyha ténylegesen úgy alakul minden. Pontosan azért, amit az előbb mondtam, ugye, hogy ezeknek a Bozsik korosztályoknak nyilván van valamennyi verseny lehetőségük, de kevés, tehát hogyha most ezt a korosztályt meg tudjuk nyerni, akkor azzal sokat tudunk lépni esetleg az őszi indítással kapcsolatban. Péter, amikor befejeződött a torna, akkor
gondolom összegzést készítettél magadban, ugyanakkor a szülők is oda jöttek hozzád, és most azt emelném ki, hogy milyen volt az ő hozzáállásuk, mennyire tetszett nekik ez az új torna, ez az egész szokka felállás? Először a köszönő e-maileket kaptuk a egyesületektől, és volt labdarúgók, válogatott labdarúgók, mint a Vengapi, vagy az Orosz Feri, ugye, aki az Újpestnek volt az edzője. Ténylegesen olyan visszajelzést kaptunk mind a szervezésről, mind magáról a játékról, hogy nem is gondolták volna, hogy egyrészt ők, mint edzők, meg mint a csapatuk, illetve a csapatuk szülei is ennyire fogják élvezni, és tényleg ennyire látványos és idézőjebb, ahogy szokták mondani kommentátorok, közönség szórakoztató játékot láthatnak majd a szülők. Úgyhogy nagyon-nagyon pozitív visszajelzése volt már tavaly, és egyébként ezért sajnálom, hogy jött ez a fránya vírus, mert ténylegesen szinte folytatólagosan tudtuk volna szervezni kupákat vagy tornát, csak ugye nagyon sokáig még az sem volt megengedett, úgyhogy egy kicsit szüneteltetni kellett, de azt gondolom, és a Tibivel is ezt beszéljük, hogyha most egyébként tudunk olyan erőt mutatni a szó jó értelmébe, akkor meg tudunk nyerni nagyon sok egyesületet, klubot, kis klubot, nagy klubot, illetve gyereket, szülőt, és ténylegesen egy komoly bázist tudunk kialakítani. Azon túl, Tibor, hogy te csak a Csel klubnak vagy az edzője, az elnöke is vagy? Igen, elnöke, tulajdonos edzője. Akkor most nem próbálom meg felsorolni, jó? Sokat foglalkozok a labdarúgással, igen, maradjunk ennyi. Csuhai Tibor azt mondta, hogy neked 24 órában pattog a labda. Hát igen, sokszor kevés is. Igen? Igen. Hazamész, egy kicsit kikapcsolódsz, és nézel a tévében egy meccset. Igen, de hát hála az égnek, a család is futball szerető. Úgyhogy, igen, úgyhogy. Esetleg a párod futballista? Nem, a páromnak a gyereke futballista. Úgyhogy. Igen, igen. Simon Péter a Csakacsel klub elnöke, edzője, tulajdonosa, technikai vezető. Minden, illetve mondom, a Dalnoki Akadémiánál ugye az utánpótlásért U14 alatt én felelek. Jó, illetve a Kapocsa Szokka Hungary és a tömegbázis az utánpótlás között. Szóval Péter, köszönöm, hogy elfogadtad. Én köszönöm, hogy itt láttam. És várunk vissza hasonló kis színes filmmel, és akkor a beszámolódat meg majd itt elmondott személyesen. Rendben, megígérem. Köszönöm szépen. Köszönöm nektek, hogy megnéztétek a Szokka TV mai adását. Tudjátok, hogy ez nem kispálya, és gyertek velünk örökösen szokkázni. Viszlát!